Köszöntöm Önöket itt a köztérben. Már az elmúlt héten is érintőlegesen szóba került itt a Fehérvár Televízióban, az Esti Mérleg című műsorunkban a fűtési időszak, illetve a költségmegosztóknak a kérdés. Akkor Szóter Ákos volt a vendégünk, és hát a költségmegosztó kapcsán aztán több nézői telefon érdeklődés is érkezett, és hát előkerült a hagyományosan ilyenkor a fűtési szezonban rögzült témánk, a költségmegosztók vagy nem költségmegosztók témaköre. Stúdiónk vendége Szabó Melinda, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mi is köszönjük a meghívást. Azt hiszem, hogyha itt a Fehérvár Televízió nézőinek az egyes számú lakásfenntartó szövetkezet és a lakók közötti költségmegosztók, nem költségmegosztók, de ez talán más társasházakban vagy szövetkezeti lakásoknál is probléma szokott lenni, hogy kell, nem kell, ki mi mellett teszi le a voksát, és hát ez önöknél is ilyen problémás kérdésnek számít, hogyha mondhatom ezt így. Teljes mértékben. Sajnálatos módon nálunk úgy néz ki, hogy a vezetőség foggal körömmel ragaszkodik a költségmegosztókhoz, holott nekem az a határozott véleményem, hogy a tagság többsége az úgy érzi, hogy jó lenne visszatérni a sokkal igazságosabb légköbméter alapú fűtésre. Természetesen ez úgy van, hogy aki visszakap, az ragaszkodna ehhez a megoldáshoz, csak ahhoz, hogy ő visszakapjon, annak bizonyos személyeknek nagyon keményen a zsebébe kell nyúlni. Tehát itt azért nagy visszásságok vannak. Hosszú levelezést folytatok évek óta Farkas úrral, hát ebből jó lenne, ha egy kicsit tudnánk szemezgetni. Kezdődne azzal, hogy az idei tagértekezleteken vetítése került egy oszlopdiagram, aminek értelmében közölte a szövetkezet, hogy mennyire jó a költségmegosztó, mert azokban az épületekben, ahol nincs, ott 14-24%-os, majdnem egynegyeddel magasabb a gigajoule fogyasztás. Hát ezt mikor én meghallottam, elkezdtem firtatni és levelezést kezdtem, hogy is van ez, honnét szedték ezt az adatot, mert én azt azért erőteljesen megkérdőjelezem. A Farkas úr az első állításában közölte, hogy Szép Hőtől kapták az információt, majd mikor utána Szép Hő vezérigazgatójától, Szauter úrtól megkaptam a választ, akivel megjegyezném, hogy nekem személyes tapasztalatom az, hogy ő egy úriember, és az én szememben az úriemberek igazat mondanak. Tehát az ő válasza az egyértelmű volt, hogy közölte velünk, hogy hát semmiféle információt nem közöltek, vonatkozó adatot nem adtak ki a szövetkezetnek. Tehát, mert ezek az összesített adatok, ezek tulajdonképpen a Szép Hőnél vannak meg? Szép Hőnél, Tehemnél is megvannak, tehát mindkét cégnél megtalálhatók az én véleményem szerint. Csak gondolom, ahol nincs költségmegosztó, ott mondjuk nem feltétlenül biztos, hogy a Tehennek megvan ez az adatsor, hogy ott mennyit fogyasztanak. Én ezt csak laikusként gondolom, feltételezem. Tehát ahol általánydíjas fűtés van, ott valószínűleg logikusan gondolom, hogy ott arról a Tehennek valószínűleg nincs adata. Valószínűleg. Az egyik tagtárs felvetette azt, hogy az ő tudtával valamelyik igazgatósági tag a Szép Hőnél dolgozott, vagy dolgozott, nem tudom, hogy még most is aktív dolgozó, és hogy esetleg onnét származhatnak az információk. Ez egész zavaros. A szövetkezet ügyvezetője a következőt írta nekem. A tagértekezleten bemutatott oszlopdiagramok a lakásszövetkezet jogi ügyeit ábrázolták. Nem igaz. Tehát ez nem igaz. Költségmegtakarítás, gigajoule megtakarításról szóltak. Amiről on utal, a szóbeli tájékoztatásként hangzott el, szóbeli információként hangzott el. Nem igaz. Oszlopdiagram volt. PowerPointban mutatták meg a tagoknak. Még ugyanebben a levélben írja Farkas úr, hogy az energiahatékonyság projektet, mármint a panel felújítási dolgokat, és az Európai Parlament, az Európai Tanács energiahatékonyságáról szóló 2012 évi irányelvben foglaltak hazai megvalósulását szolgálták. Ezzel az a gondom, hogy 12-ben születik meg az európai irányelv, de mi már tulajdonképpen a 2000-es évek elejétől kezdve alkalmazzuk a költségmegosztókat, holott
ez nem tette kötelezővé, mert azokban az épületekben is magyarországi panel épületek többsége az olyan, ahol nem költséghatékony tulajdonképpen, és nem lehet igazságosan megvalósítani a költségosztást. A panelfelújítási programra most azt érti, amikor mondjuk kívülről is hőszigetelték a házakat, műanyag nyílászárót cseréltek, mértékben. És a többi. Teljes mértékben. Nem tudom, mert nem laktam még ott, ahol most lakom, ez a lakás átesett ezen a panelprogramon, de nálunk mondjuk átlánydíj van, és nem is volt soha költségmegosztó tudomásom szerint. Akkor ez nem volt ilyen pályázati feltétel, vagy nem mindenhol volt feltétel ezek szerint? Ez érdekes. Ezügyben is több levélváltás történt. Például az egyik számomra eléggé megkérdőjelezhető ügyvezetői Farkas Bélai válasz, az így hangzik, hogy az energia megtakarítás költségosztók hiányában nem igen igazolható. Álljon meg a menek, a költségmegosztók azok nem hiteles mérőeszközök. A minden épületben egyetlen egy hiteles mérőeszköz van, a szép hő kezelésébe. Tehát a költségmegosztóknak semmi közük nincs az energiaméréshez, mert a szép hő általi energia hitelesített mérővel tudjuk meg. Ezek a költségmegosztók, ezek csak újraosztásra szolgálnak. Tehát itt De is, akkor mit itt mér is a költségmegosztó? Hát azt jó lenne igazából tudni, vannak elképzelések, ebben most szerintem nem menjünk bele, ez újraosztásra alkalmas, nem hitelesített és nem mérőeszköz. Tehát Magyarországon egyáltalán nem így van. Akkor az épületek gigajoule fogyasztásával kapcsolatban én többször fordultam, a Salétrom utca 11-19-et szerettem volna megkapni. Hát végül is kaptam Farkas úrtól egy levelet, amiben 3 év április 30-ai gigajoule fogyasztását az épületünknek közli, és mellékeve megjegyzi, hogy további adatok sajnos nem állnak rendelkezésre, és a leolvasott hőmennyiség adatok teljes hőfelhasználást mutatnak. Ez az én megítélésem szerint megint sántít, mert én beszereztem egy olyat, amit az én megítélésem szerint minden hónapban kiküld a szép hő ZRT a lakásszövetkezetnek. Ebben megtalálható az épület összes gigajoule fogyasztása, megtalálható az, hogy mennyit használtak fel melegvízre, és egyszerű matematikai feladat, szerintem általános iskolás gyerek is meg tudja oldani. Ha az összes fogyasztásból kivonom, amit melegvíz fogyasztásra elhasználtak, megkapom, amennyit tulajdonképpen fűtésre elhasználtak. Tehát a szövetkezetnek ez az én véleményem szerint rendelkezni kell ezzel az adattal, tehát itt is ez is erőteljesen sántít Farkas úr válasza. Na, oké, rendben, ezt így mind értem. Ugyanakkor meg ezek a költségmegosztók csak úgy kerültek fel, hogy a lakók, a szövetkezeti tagok ezt megszavazták, vagy nem. Tehát, hogy nem döntötték el, hogy akkor rendben, mi ezeket szeretnénk, vagy volt, ahol nyilván azt mondták, hogy mi meg ezt nem szeretnénk. Hogy ez hogy zajlott? Itt is nagyon aggályos dolgok vannak az én megítélésem szerint. A tagság félre lett tájékoztatva. Határozott véleményem az, hogy meg lettünk vezetve erőteljesen, mert tulajdonképpen az is csak 17 őszén derült ki, egy taktársnak írott levélbe e-mailt jött, de hivatalos, mert Farkas úr pecsét is rajt van, és Farkas úrnak az aláírása is szerepe. Ebbe az szerepe, hogy a pályázati támogatás feltétele során a szövetkezet kötelezettséget vállalt arra, hogy 15 évig alkalmazza a beépítésre került eszközöket. A szerződés szerinti kötöttség 2021-ig tart. A lépcsőház, amely kikíván lépni ebből a szerződésből, egy összegben köteles visszafizetni a támogatásként felvett pályázati pénzt. Na most, ezt értelmezzük. Régebben Farkas úr azt mondta, hogy a beépítésről számított 10 évig kell fenntartani. Most hirtelen 15 év lett. Ez sem stimmel. Nem stimmel az sem, hogy nem közölték velünk, hogy 2021-ig. Én törvényességét is kezdeményeztem ez ügybe, hogy végül is pontosan megtudjam azt, hogy tartalmazza ezt a pályázat. Tehát konkrétan mit is tartalmazott a pályázat? Szó szerint 2021-ig való állítólagos költségmegosztó fenntartásával kapcsolatban.
A pályázatot önök készítették, de mint a mai napig eltitkolták fontos tényeket, bizonyos fontos tényeket. Az önkormányzat pályázatban nem található ez ügyben a fellelhető adat. Ez azért érdekes, mert én írtam az önkormányzatnak, és az önkormányzattól a következő választ kaptam. Az ön által említett épületre, ez a mi épületünk, ez a Salétrom 1119, 2004-ben adott be pályázatot a lakásszövetkezet, de a felújítás kizárólag ablakcserére, homlokzati szigetelésre vonatkozott költségmegosztó felszerelésére nem. Tehát akkor hogy is beszélünk erről a 2021-es fenntartásról? Miért nem kapjuk mi azt meg, hogy hol volt a pályázatban? Nem csak én szeretném megtudni, rendszeresen hívnak fel taktársak, hogy tudnának ezekhez az adatokhoz mit tegyenek, hogy tudjának elérni azt, hogy a szövetkezet kiadja. Sajnálatos módon képtelen a szövetkezet hiteles érdemre tényeket tartalmazó információt ezügyben. Ugyanakkor a cégbírósági beadványomban, a törvényességében azt is megkérdeztem, mikor és önök szerint hol is közölték írásban a tagsága, hogy 2021-ben kell tartani? Semmi olyan nyoma nincs, hogy ezt bárhol, bármikor, szomszédokban vagy valahol is közölték volna. Hogy lehet hiteles? A másik kérdés hogy lehet hiteles egy olyan mérő, amikor a Tófalvi, a TEHEM vezérigazgatója itt megjelent a műsorba, és közölte azt, hogy a optikai, a digitális mérőben a lítium ellen 10 év után kimerül. Na már most, hogyha 2004-ben, 2005-ben, 2006-ban szereltek fel költségmegosztókat, akkor azoknak 16-ban már le kellett volna tehát merülni. Vannak azonban olyan épületek, ahol nem történt meg a csere, és mind a mai napig ezek alapján a állítólagos, nem alkalmas, tehemes költségmegosztók alapján történik az elszámolás. Amikor ezt elkezdtem feszegetni, akkor nyilván, hogy a szövetkezet azonnal lépett, ennek lett az eredménye az, hogy idén, augusztusban kiadtak egy szavazólapot azokban az épületekben, ahol még a régi optikai mérőeszköz, vagy költségmegosztó van, mert ez nem mérőeszköz, tehát nem hiteles mérő. Csak az a probléma, hogy amint itt látszik, hogy ez két különböző épületre vonatkozik, és teljesen különböző szavazólap. Tehát ilyen sincs, hogy diszkriminálok a tagok között. Meg itt lehetőséget adok arra, hogy a leolvasási költségmegosztó cseréjét kérem, nem kérem, havi leolvasást kérek, vagy egyszeri leolvasást kérek, tehát nem ugyanazok a szavazólapok, és ugyanakkor közölte Farkas úr, hogy azok a lakásokban, ahol nem történik meg a csere, a lítium ellennek a cseréjét maga majd a tag fizeti. Most teszem fel a kérdést, hogy mi az, hogy a közösből kifizetik az egész költségmegosztó cserét, de azokban az épületekben, ahol nem kérik a cserét, ott viszont a tagnak saját magának kell a lítium ellemet kicserélni, saját költségére. Tehát itt is vannak még nagyon-nagyon sok olyan kérdőjeles dolog. Akkor... De ezzel kapcsolatban ön fordult bírósághoz, jogi útra terelte ezt az ügyet egyébként? Fordultam a cégbírósághoz, csak egy a probléma, hogy cégbíróságra igaz az, hogy Isten malmai nagyon lassan őrülnek, a cégbíróság még annál is lassabban. Hiába mondja ki első fokon, kötelezi a szövetkezetet, hogy adjon ki adatokat, másodfokon, az ítélő tábla kötelezi a szövetkezetet. A szövetkezet úgy gondolja, hogy a törvényfeletti kúriához fordul, és akkor évekig megy a húzavona, mint ahogy itt három olyan eset is volt, aminél a szövetkezet kúriához fordult. Hát természetesen mindhármat most már megvan a végzés, mindhármat elvetette a szövetkezet, tehát helybe hagyta a kúria is az első másodfokot is. Ennek ellenére még mind a mai napig nem kaptunk meg lényeges információkat. A panelprogramos pályázatra visszatérve, a szövetkezet állandóan azt írja a tagságnak, nem csak nekem, a többi tagnak is, hogy a panelfelújítás, tehát hogy az önkormányzat bonyolította le, náluk semmiféle adat nincs, pályázattal se tudnak benyújtani. Tehát semmiféle tájékoztatást nem tudnak, hogy a pályázat mit tartalmaz.
Ez azért megint sántít, mert itt van a Szomszédok című újságban megjelentették, hogy a pályázati anyagok a szövetkezet üzemeltetési irodájában megtekinthetők, abban bárki bármikor bármilyen információt, számszaki adatot megtekinthet. Ezt 2005-ben jelentették meg. Most 2018 van, levelek tucatjaival, törvényességgel sem tudtam elérni, hogy a szövetkezet ezügybe betekintést adjon, és bármiféle információt adjon ki. De ez a költségmegosztós kérdés, az mondjuk önt, vagy néhány lakót érint, vagy többeket? Mindenkit. A szövetkezetnél nekem az a határozott véleményem, hogy a szövetkezet vezetősége a TEHEM, mint gazdasági lobby érdekeit képviseli. Az egész folyamatot érdemes lenne végignézni, hogy indult be ez, 1997 óta tart ez a folyamat, és hogy vezetett odáig, hogy most derül csak ki, hogy 2021-ig fent kell tartani. Na most, ez a pályázati anyag azért érdekes, mert az önkormányzathoz is írtam. Az önkormányzat közölte, hogy a pályázatot a Székesfehérvár egyeszámú lakásszövetkezet készítette, erre vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk. Tehát a pályázati anyagnak meg kell lenni a szövetkezetnek, és a pályázati anyagban bent kellene lenni ez a 2021-es időpontig, de sajnálatos módon ez mind a mai napig nem kaptuk meg. A költségmegosztókkal kapcsolatban Farkas úr kijelentette azt, hogy mert bizonyos épületekben már a harmadik félét vetették meg. Először volt a pároloktatós, majd az optikai és a rádiós költségmegosztó. Az optikairól bebizonyosodott, hogy használhatatlan, ezért például a mi épületünkben 2006-ban tudtunk, megkérdezésünk nélkül kicserélték, elköltötték a felújítási alapunk pénzét ilyenekre. Farkas úr azt írta, amikor ezt szóvá tettem, hogy sajnálatos módon nem rendelkeztek még abban az időben modernebb készülékkel, csak a pároloktatóval. Ennek ellentmond a TEHEM vezérigazgatójától kapott levél, amiben közli a TEHEM vezérigazgatója, hogy már 1998-ban az LKHV optikai elektronikus költségmegosztóval rendelkeztek. Amikor nálunk 2006-ban kicserélték ezt a pároloktatót erre az optikaira, az is aggályos, mert ebben a levélben ment van, hogy 2003-ban már rendelkeztek rádióssal. Tehát itt tulajdonképpen feleslegesen szórták ki a pénzünket. Hogyha az én ennyire elégedetlenek, akkor mondjuk miért nem lépnek vissza? Én nem tudom, hogy ennek mi a módja, de hát ugye Szóter úr volt itt pont a múlt héten, aki azt mondja, hogy egyre több a visszalépő, aki a általány díjas fizetés mellett teszi le a voksát, és nem kéri a költségmegosztót. Tehát akkor erre biztos, hogy van lehetőség. Hát sajnálatos módon a szövetkezetnél én tudok arról, több taktárs is fölhívott, hogy nyújtottak be kérvényt, hogy szeretnének visszatérni, de mint ahogy láttam, Farkas úr azzal fenyegeti őket, hogy akkor a pályázati pénzeket vissza kell fizetni, holott ez nem igaz. Én úgy gondolom, hogy... Hát illetve nem tudja senki sem, illetve hát biztos, hogy nem tudja, hogy igaz vagy nem, hiszen nem láttak papírt, a pályázati papírt, nem? Hát, hogyha a többi panellakásban, ahol egyharmad arányban történtek a nem szövetkezeti, nem a mi szövetkezetünkhöz tartozó lakásokban a panelprogramos energiatakarékos felújítások, volt erre lehetőség? Visszaléptek, akkor nem kellett semmit visszafizetni, akkor itt nekünk se kell, csak az a baj, hogy itt a vezetőség erre nem hajlandó, tehát mindent elkövet, hát most mutattam azt a papírt, hogy augusztusban kiküldték, hogy, és olyan mellékelt szöveggel, hogy ez mennyire jó, hogy ezt kell meg, tehát mindent elkövet, hogy félrevezesse a tagságot, és ellehetetlenítse azokat az akciókat, hogy ne talántán vissza szeretnénk lépni. Az én megítélésem szerint egyik módja az lenne, hogy októberben, vagy valamikor esetleg polgármester úrhoz fordulunk, és megkérjük arra, hogy biztosítson helyiséget nekünk, és tartunk egy nagy fórumot, nagy tájékoztatással, hogy minél több fehérvári szövetkezeti taktárs jöjjön el, és akkor ott nyomást próbálunk gyakorolni a vezetőségre, hogy nem kérünk. Például ez is egy megoldás lenne, mert hogyha egyénenként, lépcsőházonként próbálkozunk, akkor azt lesöprik. Tehát valahogy itt az összefogást kellene erősíteni. Tehát
a Tehen vezérigazgatójától meg, hogy a szövetkezet mennyire félrevezeti a tagságot. Itt van például a 2014 évi küldöttgyűlési jegyzőkönyvök. Ebben közlik azt, hogy Farkas Béla ügyvezető igazgató állítja, elmondta, hogy 2016-tól mindenhol kötelező mérést kell csinálni, ahogy Farkas Tamás loszelnök is említette. Ez sem igaz. Magyarországon nem kötelező a mérés, nem igaz. Tehát bármikor visszaléphetnénk, hogyha a szövetkezet lehetőséget adna, de a szövetkezet mindenhol azt terjeszti, hogy tulajdonképpen a költségmegosztók mennyire jó, ezt kell nekünk követni, mert különben óriási összegeket kell visszafizetnünk. Amikor 17-ben szóvá került az egyik IB ülésen, az egyik küldött asszony megkérdezte a Farkas urat, hogy mi is ez a pénz, tehát hogy is van ez, hogy már lejárt a 10 év, és még mindig költségmegosztókkal számolunk, nem tértünk vissza a sokkal igazságosabb légkőméteres, mint ahogy Szautár is kifejtette, hogy az épületek jobban kifűthetők, igazságosabb rendszer, nincs olyan, hogy a középső lakások csak a hasznát élvezik, és akkor a szélső lakások megfizetik a középső lakás fűtését is. Tehát akkor az IB ülésen az egyik taktárs feltette, hogy miről is van szó, akkor Farkas úr nem éppen úriember módon ráripakodott, hogy mit képzel, csak nem képzel, hogy én fizetem vissza az 50 millió forintot. Tehát itt a tagság azért lenne jó, hogyha a szövetkezet vezetősége hajlandó lenne bejönni egy szemtől szembe kérdés-felelek válasz formájába tudnánk tájékoztatni, de ugyanakkor én felajánlom azt, hogy megszervezzük, hogy tartunk egy fórumot, csak arra jöjjön el a vezetőség, és merjen kiállni a tagság elé. Mert már ezek mondom, hogy tulajdonképpen 1997 óta folynak. Nem arról van szó, hogy például az, hogy a radiátor elé elzáró szelepet szereltek fel, ez mindenképpen pozitívum, mert szabályozhatók lettek a radiátorok. Hát az ember egy kicsit átgondoltan gazdálkodik az energiával. Világos, energiatakarékosság szempontjából. Tehát a szemléletformálás, én azért azt gondolom, akinek hogy nincs szüksége olyan melegre, van aki, tehát ez egy senki nem appellál ellene, nagyon jó dolognak tartjuk. Nekünk a problémánk a költségmegosztóval van, és a költségmegosztós elszámolásokkal van. Tehát ez kellene tulajdonképpen tudatosulni, jó lenne, ha tudatosulna a vezetőségbe, és nem terjesztenének olyan dolgokat, hogy itt a tagság nagyon meg van elégedve. Például a szomszédokban, a legutóbbi 18-as szomszédokban ezt közölték. De hogy mennyire félrevezetődik a tagság, ezt mondom, sorozatban el tudnám mondani, meg hogy mennyire alkalmazunk ez a költségmegosztó. Hát itt van, egy 49 méteres lakásnál a Tehem kiszámolt pótszámlaként 560 ezer forintos pótszámlát, tehát évvégi elszámolás volt. Tehát minden hónapban fizette a tag a légkömméter alapján rá első részt, és akkor pluszban még neki 560, ez nonsens, képtelenség. Amikor én ezt megemlítettem a Tófalvi úrnak, azt mondta, hogy ilyen nem történt. Hát itt az újság, bent van. Vagy a következő. Tófalvi úr előállt azzal, hogy Farkas úrék elmélete a csörőfőtés elmélete, és akkor felvetődött az, hogy felszálló vezetékekre is rá kell szerelni a költségmegosztókat. Van olyan papírom, amiben szép hő írta, hogy a hőleadás az nem a csöveken történik, hanem a radiátorokon. Tehát teljesen értelmetlen lenne, újabb költségbe akarták. Amikor ezt megtudtuk, olyan felháborodás volt a tagságtól, hogy kénytelenek voltak levenni napirendről. De a másik a költségek. A megítélésem szerint az akció, a Tehemmel folytatott akció legalább 300, az én a véleményem szerint 300-400 millió forintos felújítási befizetése, felújítási és üzemeltetési pénzeinket vitt el. Ez nagyon jól nyomon követhetők a küldöttgyűlési anyagokból. Azokra alapozom a véleményemet. Érdekes, mert hiába, tehát 2011-ig nem voltak hajlandók semmiféle kimutatást mutatni, hogy mennyi pénz kerül el a költségmegosztós elszámolásra.
amikor már annyiszor kérdeztem és cégbírósággal fenyegettem őket, akkor nagy nehezen megosztották a vízfűtésszerelési és a költségmegosztó elszámolásokat, tehát 2011-től lehet nyomon követni. De hát itt is vannak elég nagy anomáliák, például 2016-ban 21 millió 418 ezer forintot költöttünk, aminek az lett a magyarázata, hogy azért, mert első válaszában az volt, hogy ez csak fél éves elszámolás, vagy egy éves, fél éves elszámolás utána, negyedéves számla nem érkezett meg. De tehát összegezve óriási felújítási pénzek mennek el. A megítélésünk szerint teljesen értelmetlenül jobb lenne, hogyha ezeket amiket a TEHEM-nek az újraosztásra kifizetünk, ezeket valóban a felújítási munkákra fordította volna a szövetkezet, akkor nem is néznének ki a lépcsőházaink. Én azt hiszem, hogy fogunk még erről a témáról beszélgetni. Mi még készültünk egy rövidebb összeállítással, tulajdonképpen a szövetkezet területén élők részéről. Tekintsük ezt most meg. A költségmegosztó arra jó, hogy a lakókat megossza. Irreálisan nagy a különbség, a fizetési kötelezettség a éves elszámolás esetén, akkor ugrik ki jobban ez a magas összeg, mert a szép hő egész évben a hiteles mérő alapján gyakorlatilag havidíj, tehát légkörméterre számolja ki a fűtésdíjat, és akkor megérkezik a fűtési idén végén a TEHEM plusz költségén, és elkezdi osztogatni a fűtési díjat. Tehát gyakorlatilag többet nem fogunk fizetni akkor se, hogyha a TEHEM elszámolás alapján, illetve a lakók egymásnak fizetnek. Mert amit az a szép hő egész évben kiszámlázott, az a 40-50 ezer forint általány, akkor ha összeadjuk a plusz ráfizetést és a visszakapott összeget, akkor az nullára jön ki. De ebből következik az, hogy ha valaki 15 ezeret mondjuk visszakap, és 32 ezer forint a TEHEM által megállapított fűtési költsége, aki 32-t ráfizet, az pedig 79 ezer, 80 ezer forintot fizet. De ez irreálisan sok. Hát ugye azt mondják, hogy gyakorlatilag a spórolás meg az energia takarékosság jegyében tulajdonképpen azért egy tudatos gondolkodásra neveli a lakókat, az, hogy ha mondjuk meleg van, akkor nyilván lezárják a radiátort. Ugyanakkor lehetséges, hogyha ez a tudatos szemlélet megvan az egész házban, akkor gyakorlatilag mindenkinek az átlánydíja is kevesebb lesz, hiszen kevesebbet fogyaszt az egész ház. Legalábbis én ezt így gondolnám logikusan. Igen, valóban kellene, de szerintem nagyon kevés az az ember, aki így gondolkozik, hogy na, hogyha általányt fizetek, akkor nyitom az ablakot. Tehát érzésem szerint nem lehet összehasonlítani a régi, tehát a panelprogram, tehát a felújítás előtti összegekkel a fűtést, mert ugye szigetelték a házat, nem volt lehetőség arra, hogy szabályozzuk a fűtést, a ablakcsere, tehát eleve kevesebb a gigazsúl, amit a fűtésre kell fordítani. De azt is irreálisnak tartom, hogy egy hatottól fölfele, egy magasabb emeleten lévő lakásban, meg kedvező, tehát középső lakásban nem nyitja ki a radiátort, és van 22-24 fok, ugyanezt a hőmérsékletet elérje a lenti lakó, ahhoz csutra fel ki kell nyitnia, és az együtt jár azzal, hogy fizet. És tehát nem értem azt, hogy a szolgáltató és a fogyasztó közé miért kell egy plusz költséget beiktatni.
Nemrégiben ugye Szauter Ákos volt a Fehérvár Televízió vendége, a Szépő vezérigazgatója, aki azt mondta, hogy egyre inkább van egy olyan fajta tendencia, hogy visszaállnak a társasházak vagy a szövetkezeti lakások az általánydíjas fűtésre. Akkor, hogyha önök szerint ez a megoldás, akkor mondjuk nem lenne egyszerű visszalépni? Hát ez elől teljes mértékben elzárkózik a lakásfenntartó szövetkezet, mert arra hivatkozik, hogy a panel programban a köti az idő, tehát 2021-ig ezeket a költségosztókat fönn kell tartani, de egyre több társasház kívül, mert azt mondja, hogy felesleges pénzkidobás most 10 évenként új kütyüt felszerelni, aztán ennek meg a díja is van. Tehát havi, illetve éves díj vonzata is van. Ezt az opciót a szövetkezet nem ajánlotta fel a lakóknak. Már az, hogy vissza lehet térni? Igen. Sőt, én azt mondom, hogy annyira rádióleolvasós költségosztó párti, hogy a lakókat, ahol még éves leolvasás van, nem egységesen tájékoztatta, máshogy tájékoztatta a közösségi megbízottakon keresztül, csak ennyit kérdezett, hogy lejártak a költségosztók az eddigiek, lejárt a szavatossága, lehetőség van a rádióleolvasósnak a felszerelésére, kéri, nem kéri. Ugyanakkor azoknak a lakástulajdonosoknak, akik nem laknak ott életvitelszerűen, van, aki albérlő van, van, aki máshogy alakult az élete. Na mondjuk ezeknek biztos, hogy jó, mert nem fázik, mert nincs ott. Tehát máshogy szavaztatta meg térti vevényes felbélyegzett válaszborítékos levélbe, tájékoztatta, hogy mennyibe fog kerülni ez a költségosztó radiátoronként, és a szavazási lehetőség az annyi volt, hogy kéri az évi egyszeri leolvasást, vagy a havi leolvasást. Tehát mindegy, hogy melyiket x-eli, költségosztóra szavaz. És voltak olyan lépcsőházak, ahol bedobáltak egy ugyanolyan tájékoztatót, és utána pedig a szavazópapíron négyféle lehetősége volt a lakónak a szavazásra, de benne volt egy fenyegető, kivastagított szöveg, hogy ha amennyiben nem kéri a cserét, úgy a lemerült költségosztóknak az akkumulátor cseréjét saját pénzen a lakónak kell megjavítatni vagy kicseréltetni. De ebben nincs lehetőség akkumulátor cserére, ahogy tájékozottunk. Annak idején, amikor egyébként a panel programban részt vettek az egyes lépcsőházak, akkor egyébként tájékoztatták önöket, vagy emlékszik arra, hogy mondták, hogy akkor ezt a költségmegosztót eddig és eddig kell fenntartani, működtetni? Hát erre így igazából nem emlékszem, de az volt a tájékoztatás, arra határozottan emlékszem, hogy akkor is próbálta a szövetkezet vezetője meggyőzni a lakókat, de én ezt jónak is tartottam, hogy menjünk bele a fűtéskorszerűsítésbe is. De akkor is azt mondta, hogy de ez az jár, hogy ezeket a költségosztókat fel kell szerelni. Na most az egyik lakótárs, aki előre gondolkozott, mi ott rohangáltunk a felújítások kellős közepén, már eléggé csúsztak meg minden, akkor a szövetkezet teljesen elhatárolódott, hogy ez csak és kizárólag a panellakó, a város és az államnak a bulija. Hát most nem tudok mást mondani. Csináltak esetleg egyébként kimutatásokat is önök így egymás között? Tájékozottunk többen, hogy azért összehasonlítgattuk, hogy ki mit fizet, ki mennyit fizet, hogy azok a lépcsőházak, ahol 3 év után leváltak a tehemtől, például a Gáz utca 1-es számú lépcsőház, 3 év után, ugyanazon a panel program után, és meglepően nagyobb köbméteres lakás, és meglepően kevés a különbség. Nagyon-nagyon, tehát ilyen pár 1000 forint vagy 1000 forint
Tehát, hogy most aztán, ha mindenki kinyitná, amit a radiátort, amit zajkozott is a tehem, amikor ügyfélfogadás volt a Szép Hőnél, és kérdem a hölgyet, hogy magyarázza meg nekem, hogy mi az, hogyha minél többen kinyitjuk, akkor annál kevesebb lesz a fűtési díjunk. Mondom, hogy ezt nem értem. Azt mondja, mert akkor több fele oszlik. Hát mondom, hogy miért nyissam ki, ha melegem van? Mondom, akkor nem kell ez a szerkentyű. Hát ha több felé oszlik, akkor oszoljon annyi, amennyi ténylegesen a hiteles mérő alapján mérnek. Én úgy gondolom, hogy 2006 előtt, tehát a panel program felújítás előtt a hőt engedtük ki az ablakon, most pedig a pénzt engedjük ki az ablakon. De hogyha 3 év után ki tudtak lépni, akkor ezek szerint nekik biztos más szerződésük volt. De biztos, hogy más szerződés. Ugyan arra a panel programra? Mi az, hogy más szerződés? Hát ezt én nem értem. Akkor itt nagyon sok ember át lett vágva. Nos, hát akkor azt hiszem, hogy tulajdonképpen jól összegezték az ön tapasztalatait is? Hát igen, a taktárs az számításokat végzett, és elég alapos számításokat, és nekem is az a meglátásom, hogy nincs olyan egetrengető különbség, ahol költségmegosztó van, és ahol nincs költségmegosztó, visszatértek a légköbméter alapú fűtésre, tehát az épület gigajoule fogyasztásában, de tulajdonképpen a légköbméteres fűtés egy sokkal igazságosabb rendszernek tekinthető. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket. Köztérrel legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban, és igyekszünk megszólaltatni a másik felet is hamarosan. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!